Ádás végesség szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit Csendes Percek című műsorunkban, Advent első hetének pénteki napján. Istenünk igéjét Pálapostónak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom a 13. fejezetből, a 12-től 14 terjedő verseket. Az éjszaka elmúlóban a nappal már közeleg, vessük le tehát a sötétség cselekedeteit és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Járjunk tisztességesen, amint illik nappal, nem dobzódásokban és részegeskedésekben, nem paráználkodásban és kicsapongásokban, nem cívódásban és irítségben, hanem öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne dédelgessétek bűnös kívánságokra. Szeretett testvéreim, ez volt az az ige, amelyet Augustinus, katolikus testvéreinknek a Szent Ágostona olvasott, amikor egyik uh, Ambrus Püspök uh, Től hallott prédikáció után, hazajövén a templomból, teljesen megrendülve ül kinn a kertben, és a szomszédból hallja, ahogy egy gyermek énekel, tollelege, tollelege. Vedd és olvas, vedd és olvast. És ott volt előtte a Szentírás, ugye, ő ott volt előtte a Szentírás, és kinyitja, és ez az ige áll előtte, amit az imént felolvastam. És úgy megrendül, és úgy megtisztítja őt a az újászülő isteni lélek, hogy új emberként áll fel, úgyhogy amikor volt szeretőjével találkozik, aki azt mondja, hogy Ágoston nem ismersz meg engem, hát én vagyok, mire Ágoston azt mondja, te még te vagy, de én már nem vagyok én. Nos, az adventi héten ezt a fajta Krisztusi mintára való átformálódást kéri tőlünk az igemely. Úgy néz ki, hogy nem csak belülről kell, hogy végbe menjen, hanem annak, ahogy látjuk, az igéből külső megnyilvánulásai is vannak. Először is, mi az, ami bennünket most meg kell, hogy állítson, e mostani reggelen? Hát először is az ébresztés. Az, amikor azt mondja az Ige, hogy már elmúlóban van az éjszaka is. De azért tudjátok, hogy amikor éppen múlik már majdnem vége az éjszakának, akkor tud legsötétebb lenni az éjszaka. És ebben a legsötétebb időszakban, amikor ugye kezdenek rövidülni a nappalok, és egyre hosszabb lesz az éjszaka, ugye akkor kell nekünk meggyújtani ezeket a gyertyákat. akkor van átventi időszak, akkor közeledik el a téli napforduló, a Krisztus Urunknak a születési ünnepe. Nos, először is hálára kötelez bennünket ez az ige. Hála azért, hogy ahogy Ágostonnak, úgy nekünk is van Bibliánk, amiből olvashatunk. Hogy szól az ige, hogy Isten nem néma Istenünk. Ö, és abban az sötét időszakban, amit Shakespeare a maga 66. szonetjében a hazugságok áradatában, a fake a világában, amit Manapság élünk át, így szól, hogy fáradt vagyok, ringasseló halál, az érdemit koldusnak született, és hitvány semmiségre pompa vár, és árulás sújt minden szent hitet és becsületet, rúd gyanú aláz, és szűz erényt a gaz tiporni kész, és tökéletest korcs utód aláz, és észre láncot doktor balga vet, és hatalom előtt néma a szó, és egyszerű kap együgyű nevet, és rossz kapitány rabja tett a jó. Fáradt vagyok, jobb volna sírba mennem, meghalnék, csak ne hagynám el szerelmem. És ebben a feje tetejére állított világban, amikor ö, na, azt látjuk, hogy pont az ellenkezője történik, huszadrangú kérdésekből csinálnak elsődleges legfontosabbat, és az elsődleges ö, ingyen bérmentve sem említetik amikor egy pont egy olyan szellemi, lelki koordináta rendszert kéne megragadnunk, ahol mindkét tengely a Krisztus Jézusba összpontosul, és az origó a Krisztus, abban szól ez az ige, hogy vessük el a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Kell tehát az ébresztő után egy hálaadás a Bibliáért, a Szentírásért, a testetöltött igért lélek által, de kell nekünk utána egy ráhangolódás, mert mit ér az én igeolvasásom, ha ez számomra csak egy könyv lesz, holt betűknek a sokasága. Édesapa mindig azt mondta, hogy olyan legyen ez számunkra, mint egy készülék És hogy ismered fel a te rádiókészülékedet, a műsorodat? Úgy, hogy azt sokszor hallod, és azért rá tudsz hangolódni mindenestül fogva. Úgy ismered fel a Bibliát, hogy tudod, és úgy lesz élő számodra, hogy tudod, hogy érted, és neked is szól. Amikor spörcsönöz a baptista prédikátorhoz, oda ment egy bankár, hogy na ez az ige, nem szól hozzám, nincs ebben a Bibliában semmi, kinyitotta neki a kettő Mózes 20 a 10 parancsolatot, olvassa csak el, mi van ide, Ne lopj. Na ezt érti? Ez magához szól. Vagy amikor megtér a bankár, és azt mondja, nem tudom, miről beszélsz, spörcsön, de azt tudom, hogy minden hamis fontomat a temzébe dobtam. Világítsunk tehát, ahogy mondja nekünk az ige, ne ecetgyári reklámok legyünk, hanem Isten igéjének világító fényreklámjai, ezt is Spurgeon mondta, így legyen átvendben a mi életünk is világvilágossága. Amen.